Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a bika jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást október hónapra, a díjam 4000 forint. Először bepillantunk a csillagok világába. Az indiai számítás szerint Mars bolygó a bika jegyében, tehát a ti jegyetekben mozog. Mars bolygó jelenti az élet erődet. De jelent egy férfit is, és így kihat a szerelemre. Vagy a férfiaknál kihat a férfiasságra. Jupiter bolygó az szerencsét hoz, vagy kihat egy bírósági ügyre. Jupiter bolygó a halak jegyéből hat, és ez jó hatással van a bika jegyére, jó hatással van Mars bolygóra. Tehát itt van a szerencse, a lehetőségek, vagy egy bírósági ügynél tisztázódik valami. Jupiter bolygó visszatekintő, tehát a múltra utal, itt át kell még vizsgálni valamit, de mégis jól fog kihatni, ha valaki ebben a helyzetben van. És most megnézzük a képeket. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. A férfiak itt vagy, a hölgyeknél ez a férfi utal a lelki társra. Itt más irányba tekintetek, de mégis egy vonalban vagytok, és ez jelenti a kapcsolatot kettőtök között. Mégpedig ezek a kártyák utalnak arra, hogy mi köt össze benneteket. A fa jelenti, hogy keresitek a helyeteket az életben, ebben a párkapcsolatban, ahol le tudtok gyökerezni. Itt a nap utal a sikerekre, a vonzó erőre. Megvan a vonzalom kettőtök között. A hold jelenti az anyai érzelmeket, itt a gyermek utalhat egy kisbaba születésére is, vagy a gyermek szimbolizál egy új kezdetet, és ebben az esetben a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Itt lesz változás, hiszen a gólyák utalnak változásukra, vagy tényleg itt egy kisbaba születésére. És akkor lesz itt egy közös otthon, vagy változások az otthont, a családot illetően. A hold jelentheti az ő anyukáját is, és ez a ház, a szülői házat, itt változik valami. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Itt ez a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. De itt van a koporsó, ami azt jelenti, hogy te úgy éled át, hogy ott van ugyan a nyilvánosság, de úgy érzed, hogy mások nem vesznek észre téged. Nincs meg az elismerés. Vagy néha úgy érzed, hogy mások itt pletykálkodnak a hátad mögött, hiszen a madarak jelenthetik a beszélgetéseket is. Az ő feje fölött megjelenik ez a kereszt. Ez utalhat ugyan vallási témákra, a hitére is, de jelenti a változásukat, amikor ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Sőt, alatta az utak szintén erre utalnak,
hiszen az utak itt kereszteződnek, tehát elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. De az utak alatta vannak, ő nem figyel oda erre. Ez lehet itt egy hamis út, egy hamis döntés, vagy ő várakozik, fél ilyen komoly döntéseket hozni, holott megjelenik itt a gondolatában és a terveiben. Itt a kígyó jelentheti a megújulásokat, vagy mellékutakat, de jelent egy nőt is, és akkor a kasza azt jelenti, hogy elvágja ezt a kapcsolatot, itt válásról van szó. Itt az egerek eltávolítják ezt a hölgyet az ő környezetéből, vagy valakit a családból. Mert a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát eltávolítják ezt a hölgyet. Vagy ha ő elgondolkozik ezeken a terveken, ezeken a változásokon, lehet, hogy az egerek ezt is eltávolítják, és ő ebben a helyzetben inkább olyan visszahúzódó, nem akar döntéseket hozni, holott tudja azt, hogy mennyire fontos lenne ez, hiszen kellenek a változások. De valami vagy valaki visszatartja őt. És ez lehet ez a nő, itt egy vonalban áll vele, itt van a hamisság, és a torony jelenthet egy bírósági ügyet, vagy hivatalos dolgokat, vagy azt, hogy itt vannak korlátozások, ő fogva érzi magát ebben a toronyban, vagy ebben a kapcsolatban, és itt nehézségekről van szó. Itt az ostor jelenti azt, hogy ez a nő megbántja őt, vagy valaki megsérti őt. Itt anyagiakról van szó, hiszen a halak jelentik az anyagiakat, a pénzügyi dolgokat. De szerencséje lesz, itt lesz egy jó hír, a változások, meg lesz nála újra az életerő, vagy ez a medve jelenthet egy bírót is, és itt jó döntésekről lesz szó, neki szerencséje lesz, és így magától lesznek ezek a változások. A ház az jelentheti az otthonát, és ez utalhat egy költözködésre, vagy szimbolizálja a környezetét, a szomszédokat, rokonokat, itt lesznek változások, javul a helyzet, lesz újra életerő és szerencse. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, ez a koporsó jelenthet ugyan egy bírósági ügyet is, de más jelentése is van, amikor le akarsz zárni valamit. Előtted a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Tehát itt lehet egy munkahelyi változás. Itt megvannak a lehetőségek, kinyílik egy ajtó számodra. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya mindent jelenthet, ami mozog. Tehát sport vagy autó, és mivel itt van a kasza, ez lehet egy baleset, vagy ennek a veszélye. De mivel az egerek itt vannak egy sorban, és mint mondtam, az egerek eltávolítanak bizonyos kártyákat, eltávolítják ezt a balesetet, és a kígyó az jelenthet egészségügyi témákat is, egy baleset, és utána egy orvos vagy kórház, de itt az egerek segíteni fognak abban, előfordulhat, hogy tervezel valamit, úton vagy, és valaki lemondja ezt a találkozást, visszafordulsz, hazamész, és ez megóv ettől a balesettől, vagy ez lehet ez a férfi is, akinek szerencséje lesz, hiszen itt olyan mellékutakon elkerüli ezt a helyet, ami veszélyes lehetne.
De visszatérve itt a koporsóra, itt lezárul valami, itt munkáról, hivatásról van szó, ez lesz egy munkahelyi változás. Ami még nem látható itt előtted, viszont itt van a közeledben ez a szerelem, egy szép kapcsolat, a hűség, itt van a szerencse, egy ajándék, és itt tisztázódik valami a szerelmi élet területén, tisztázódik valami a szerződéseknél, ez lehet egy munkahelyi szerződés is. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos. Itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek. Lesznek fontos beszélgetések. Néha úgy érzed, hogy nem kapod meg az elismerést, ez szomorúvá tesz téged, de ez a helyzet lezárul. Lesznek változások, lesz mozgás. Itt lehet baleset veszélye, de, mint mondtam, az egerek eltávolítanak bizonyos kártyákat, tehát segítenek abban, hogy elkerüljétek ezt a helyet, ahol megvan itt ez a veszély, és ez lehet egy mellékút, és utólag derül ki, hogy mennyire fontos volt az, hogy mellékutakon közlekedj. De ez a kasza jelenthet mást is, mégpedig, ha valami olyan hirtelen jön, amikor nem számítottál erre, és ez lehet ez a lovas férfi, hogy egy férfi közeledik hozzád. Itt lesznek fontos döntések, nem csak nálad, hanem nála is, és ez a kígyó lehet egy hölgy, amit az egerek itt eltávolítanak. Második hét, október hónapban itt látható, te állsz a középpontban, ő áll a középpontban, megvan a kapcsolat, a vonzalom, egy új kezdet kettőtök között, megtaláljátok a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni, és itt van a horgony, ahol le tudtok horgonyozni. Ez jelenti a munkát, a hivatást is, lesznek változások, újdonságok, lehet egy új kezdet, nála változik valami a környezetét, az otthonát vagy a családját illetően. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Valami még átláthatatlan. Itt van a hamisság vagy rossz döntések, ez a könyv jelenthet titkokat vagy zárkózottságokat is. Itt vannak még fájdalmas emlékek, de lesznek változások, itt vannak az utak, egy új irány, egy fontos levél, ami szerencsét hoz, itt vannak a nyeremények, és ez a medve utalhat az élet erőre, itt a szerencse a szerelmi élet területén, ő hűséges, visszatér hozzád, lesz itt egy tartós kapcsolat. Munkát illetően ez a gyűrű jelenti a szerződéseket, és a könyv lehet egy tanulás vagy továbbképzés. A felhő jelent fél évet, tehát fél éven belül lesz ez a lehetőség, és akkor a torony a könyvvel együtt utalhat a továbbképzésre, iskolázásokra is. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Itt van egy bírósági ügy, vagy hivatalos dolgok, itt van még a hamisság, viták, veszekedések, nehézségek, de ez elmúlik, hiszen itt lesz egy jó hír az anyagiak rendeződnek, itt van a szerencse, ez lehet egy nyeremény, és ami a párkapcsolatot illeti, itt van a szerelem, egy ajándék, egy meglepetés, tisztázódnak a dolgok, itt van a szerencse hozzá, és ez a hajó jelenti a reményeket, vagy külföldi kapcsolatokat, vagy utazásokat. Ez lehet egy közös út is, egy közös életút,
egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!